Hölgyeim és Uraim, érkezik az a magyar sztár, aki szembeszáll a bankokkal és védi a devizahiteleseket. Érkezik Pataki Attila! Jó estét kívánok, szervusz Attila! És először is én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és annak is, hogy ismert népszerű emberként beleállsz ebbe a dologba, és valóban elkezdtél küzdeni a deviza hitelesekért, és itt elsősorban a svájci frank hitelesekre gondolok. Neked is van hiteled? Péter, mielőtt erre rátérnénk, engedd meg, hogy megmagyarázzam, akik esetleg nem tudják a képernyő körött, vagy nem gondolják, hogy ez mit jelent, ez az a kis fekete... Ja, most látom, hogy ez egy ilyen kis jazz szalag rajta. Igen, azaz. Gyászol? Igen, én a hitelügyek áldozatait és a félelemben és a szorongásban élőket gyászolom a Magyarországon. Az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű telefont kaptam, jajkiáltást, keserveket, éppen folyamban lévő tragédiákról meséltek, és egyszerűen úgy éreztem, hogy meg kell szólalnom, kötelességem, nem bújhatok tovább a hírnevem mögé. Ezt kérték tőlem, nem is akár ki hozta, és milyen szituáció, elmondom, milyen szituáció hozta ki belőlem végképp a döntést, hogy megszólalok. Múlt héten Miskolcra készültünk otthon nagy buli, boldogság, mint amikor egy nap előtt egy osztálytársam, akivel építőipari technikumban jártunk, felhívott, és elmondta, azaz telefonon hívott, és Attilám, no szia, ezer éve nem láttam, nem hallottam róla, mi van veled? Hát azt mondja Attila, csak szeretnének megkérni, azt mondja, nem koldulni akarok tőle, csak szeretnének megkérni Attila, hogy te tudsz szólni az emberekhez, meg a nagyokhoz elér a hangod, mert Attila, hát én tudod, mindig rendes gyerek voltam, melóztam, mindig dolgoztam, mindig munkám volt. Olyan nagy barátkozó nem voltam, nincsenek havereim, a család az öregekről, hogy kialtak körülöttünk, a két gyerekkel vagyunk, meg az asszonnyal. És azt mondja nekem, hogy Attila, éhezünk. Mit csinálsz, te nem arháskodj már? Attila, úgy, ahogy mondom neked, éhezünk. És tudod, egyszerűen kirázott a ideg, és ezek csak szavak, Peti. De amikor leújtam a szemem, és elképzeltem, hogy atyának este, azt mondom, hogy nincs kaja. Igyom meg két pohár vizet, azt majd reggelre kitalálunk valamit. Akkor ökölbe szorult a kezem, azt mondtam, hogy jó, akkor gyerünk előre, nézzük meg. Ez a barátod azért éhezik, mert hogy hat nem tudja... Hat hónapja nincs meló, ugye, bocsánat, a leglényegesebb, nem mondtam, hat hónapja nincs meló, Mati. És részletem van a lakásra, és nincs Attila, elfogyott, nincs pénz, nincs, nem tudom, mi lesz Attila, nem kérek tőled semmit, azt mondja, úgyse tudod megoldani, ha küldenél 50 ezeret, vagy bármit, vagy százat, kettőt, nem tudod megoldani az életünket, csak arra kérlek, hogy szólalj meg. Hát itt vagyok. Tehát akkor nem azért szólaltál meg, mert te magad is devizahiteles vagy, hanem azért, hogy a barátaidon segítsél? De, Peti, devizahiteles vagyok én is, de hogy is nem, hát én is ezt, ami zajlott, ami kínálta magát, hiszen az emberek nagy része elhitte ezt az amerikai álmot, hogy megveszed a cuccaidat előre, az álmaidat megveszed előre, és csak fizetni kell. És abszolút képesnek is éreztem magam. Én is elhittem, boldog voltam, felvettem 45 milliót a házamra, és én Pataki Attila fogom tudni fizetni. És most olyan szinten felmentek a részletek, hogy már bizony kapaszkodni kell, és amikor rákérdeztem a tőkére, akkor elájulva hallottam, hogy a 45 millió már nem annyi, már 49 fél. Hogy? Miért? Hogyan? Hát velem kötöttek egy szerződést. Ma becsapottnak érzem magam, elképesztően csalódottnak, és aránylag számomra is kilátástalan. Én még fizetem, de már úgy érzem, hogy fekete lyukba dobálom a pénzt. Semmi értelme, ez a ház elméletileg soha nem lesz az enyém. El akarják venni tőlünk a házainkat, az otthonainkat, az autóinkat, tehát a hazánkat is, Magyarországot. Mi a terv? Azt szokták mondani, hogy addig nyújtózkodja meg a takaródért. Miért vetted fel a hitelt? Elmondtam neked, Peti, mert hittem nekik, nekem 162 forinton adták ide ezt a svájci frankot, és azt mondták, hogy Attilám, szó szerint lesz ez még kevesebb is, nyugi. Senki, se magánszemélyek, se vállalatok, se üzemek, se cégek, és az ország sem bírja el a 200-260-as, de még a 220-as francia frankot sem, ebbe csak tönkre mehet az ország is, és mi is, és ezzel ellen fel kell állni. Peti,
megdöbbentem, amikor véletlenül a televízióban azt láttam, hogy Müller János megszólalt, a Bankszövetség főtanácsadója, és szemtelen, aránylag részvétlen arccal közölte, hogy az adósságot meg kell adni, és jó lenne, hogyha a művészek nem keltenének hangulatot. Hangulatot kelteni? Én? Hát a hangulat van, meg a hangulatot ti keltettétek. A hangulat van. Ez a rettenetes hangulat, ez a rettenetes állapot, ez létezik, valóság. Hát nem létezik az, Peti, hogy Európa középén itt most egy-másfél éven belül emberek százezrei menjenek tönkre, a művelt Európa közben is földön fotóká váljanak. Hát van egy másfél millió kölcsönös, akkor ezekhez még a forintos, és mindenki beletartozik, mindenki. Akkor két év múlva másfél-két millió magyar ember családostól fog kóborolni, rokonoknál lakni, küszködni, szenvedni, vagy éppen az utcán csövezni. Hogy? Mi lesz itt? Arra kíváncsi vagyok, hogy milyen megoldásod van erre, de előtte megkérdezem dr. Círmes Györgytől, aki itt van velünk a stúdióban. Ő az az ügyvéd, aki első fokon pert nyert egy bank ellen, pontosan egy devizahitel ügylet kapcsán. Ügyvéd úr, az rendben van, hogy ugye nyilvánvaló mindenki tudja, hogyha valaki elzálog hitelt vesz fel, akkor egyrészt annak a hitelnek van egy fedezete, másrészt pedig van egy hitelelbírálás, egy hitelminősítés, hogy gyakorlatilag ki mennyire van kalibrálva, mennyit tud visszaadni. Erre kötünk szerződést. Hogy lehet az, hogy utána a bank azt mondja, hogy nem veszi figyelembe, hogy Pataki Attila, Hajdú Péter, vagy akár ön, vagy bárki mennyit tud visszafizetni, hanem hassaütésszerűen elkezdi emelni, nyilván ugye a forint romlása és a frank erősödésre hivatkozva, elkezdi emelni a törlesztő részletet. Tehát ez így jogilag rendben van? Abszolút törvénytelen. Én 30-valány éves ügyvédi gyakorlatom alapján ilyen szerződési gyakorlatot, mint bármelyik bank itt Magyarországon folytat, nem tapasztaltam. De az egészben az a szörnyű, hogy az a bank, akinek Magyarországon van leányvállalata és Ausztriában, ég és föld feltételekkel köt szerződéseket. Mondjuk ott egy szerződés másfél oldal, nálunk meg 50 oldal. Visszatérve a konkrét kérdésre, abszolút törvénytelen, mert amikor én egy hitelt veszek fel, megvizsgálják a hitelképességemet, és azt mondják, hogy arra havonta te tudsz 100 000 forintot törleszteni, de hogyha két hónap múlva ő azt mondja, hogy már 150-et törleszek, meg kellene vizsgálnia újból az én hitelképességemet. Ha nem felelek meg, ő nem módosíthatná a szerződést, és nem mondhatná, hogy ha nem teljesítem, szerződésszegő vagyok, hanem egyszerűen azon az alapon, ha ő ragaszkodik hozzá, jogilag ő felmondta a szerződést, innentől kezdve ő a szerződésszegő minden kár következményével. Köszönjük szépen! Attila, te mint ismert ember ennek gyakorlatilag az éllovasa lettél, már azt is olvastam róla, hogy te vagy a devizahitelesek Robin Hoodja. Ez azt jelenti, hogy ekkora nagy a baj? Hát a baj az attól is nagyobb, Péter, és hidd el nekem, hogy nem akarok se Gandhi lenni, se hülyeség halott, semmilyen tervem nincsen, vagy mártír. Én szeretném az életemet tovább élni, az Edda dalokat énekelni, ölni a napfény melegének, a pohárból izének, a szerelmem csókjának, a fiaimnak, a buliknak, a létezésnek, de úgy érzem, hogy megfojtanak, nem hagyják. Egyszerűen olyan tébolyoltá vált a világban is, itthon is a profitészség. Egyszerűen meggyőződésem, hogy már nem csak mi megyünk rá, és a világ, hanem ez egészen biztos, hogy a gazdatestet is fel fogja falni. Tehát szerintem meg se tudják ezt állítani. Ez valami olyan típusú betegség, mondom, mintha egy rák falná az embert. És ez rettenetes. És erre a bankok tehetnek? A pénzvilág, nézd, a világ pénz nagyságai irányítják ezt a háttérből, és valamilyen fajta megfontolások szerint próbálkoznak egyfajta világuralomra törni, ami mint minden izmus, a pénzizmus is be fog szakadni. De Attila, a gazdaság sikerülni. Motorja a hitel. Nem, Peti, ez is csalás, csalátság. Eltűnt a lényege az életnek, Peti. Már nem a mérnökről beszélgetünk, nem az orvosról, nem a tanítóról, nem a termelőről, nem a munkásról, nem a teremtésről beszélgetünk, hanem megjelentek érte sokkal fontosabb fogalmak, az adósság, a válságkezelés, a tőzsde, az alkusz, a befektető, a pénzügyi tanácsadó. Ebből áll az élet, és a pénz minden hatóságát hirdetik. Ügyvéd úr, még egy kérdés. Európában több helyen bevezetik a magáncsőd intézményét.
Ez megoldás lehetne? Fél megoldás. A megoldás az lenne, hogy a jelenlegi parlament egy mondattal megszünteti a bankok egyoldalú módosítási jogát, és elszámolnák a bankok. Visszaállna a helyzet, mondjuk egyszerű módon az első törlesztő részletet törlesztem végig 20 év, meg 30 éven keresztül, esetleg pici módosítással. A magáncsőd az részben megoldás, mert attól még a házam elmehet, de mondjuk az a különbséggel, hogy később, ha földön futó vagyok, az egyébként valószínűleg hátra maradt követelést egyébként se tudnák behajtani, de most jogilag akkor lezárulna a dolog. Elvesztem a házamat, de nincs tovább tartozásom. Körülbelül ezt jelenti a magáncsőd. Azt azért még ne felejtsük, hogy a kormány bevezette azt, hogy levitték 180 forintos fix árfolyamra a törlesztő részletet, és korlátozták, hogy 75 éves kornál tovább nem kötelező fizetni. Ez megoldás lehet? Mármint a 180 Igen. forintos dolog. Én abból indulok ki mindig negatív alap, hogyha nekem a házam veszélyben van, mondjuk a legsúlyosabb példát, nyilván megteszek mindent. Na most ebből a szempontból az ördöggel is cimborálok, ahol elfogadom a 180 forintot, megmondom miért, mert legalább valószínű, hogy addig nem tesznek ki. Az azért nagyon fontos, hogy ez a 180 forint, ez tudomásom szerint 30 millió forintig érvényes, tehát te a 45 millió, de lesz már nem tudnád igénybe venni. Tehát nem tudom, hogy neked milyen megoldást kínálnak a bankok, vagy a te esetedben és a hozzád hasonló, mondjuk én is egyébként pontosan ebben a cipőben járok, nekem is több hitelem van, mint 30 millió forint, és én magam is attól rettegek, hogy nem fogom tudni el jól érde felnevelni a gyerekeimet. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de a megoldás mindenképpen keresni kell. Péter, én egy régebbi beszélgetésünk alkalmára elmondtam neked, hogy azokkal, akikkel, szenzitív emberekkel, akikkel én tartom a kapcsolatot, elmondták, hogy az elmúlt 8 év az érzelmek válsága volt az emberiség történetében. A mostani időszak pedig a matéria válsága. Ezt ha körbenézel a világba, akkor csak ezt látod magad körül mindenütt. De az a jóslat, amit te mondtál legutóbb, hogy 2012-ben világ vége lesz. Azt még tartod? Nem mondtam, Peti, adjatok a számba, amit én nem mondtam. Én ilyen, mint ahogy például én, hogy ennek az élére állok, én még nem mondtam. Én azt mondtam, hogy az egész ügynek én elmondtam, amit elmondtak nekem, és elmondom, privátként elmondom a saját fájdalmaimat. Egyelőre csak figyelek, és majd a reakciónak megfelelően fogok cselekedni én is. Sehol én De mit nem, tudsz tenni? Nagyon sok mindent. Írok erről dalt, és a rockzene a pillanatművészete, tehát egyik fajta műfaj sem tudja megtenni azt, amit én, hogy múlt héten írtam egy dalt, éppen alapja dolgozik rajta, és jövő héten nóta lesz belőle. De szerinted a bankszövetség elnökét érdekli, hogy te mit énekelsz? Most komolyan kérdezem. Eléggé biztos, hogy érdekelni fogja, mert ezt rengetegen hallják, és ezeket az embereket, ezek az érzelmek megérintik, és az érzelmekből állunk, nem materiából, nem pénzből állunk, lélek vagyunk. Tudod? Ezt majd akkor fogják ők is megtudni, amikor eljön az utolsó órájuk. Amikor itt maradnak a lopott milliárdok, minden itt marad, az izgi lesz, hidd el nekem. Nem lennék a helyben, amikor minden itt marad, és az öngyilkosok kiáltásait, a megcsalt családok, az elcsalt nemzetek átkát fogják magukkal vinni. Ez nagyon kemény lesz, nem lennék szívesen a helyébe, hidd el. Mert minden marad, a body is minden, csak a lélek megy tovább. És nem az a fontos, amit itt hagysz magad után, hanem amit magaddal viszel az útra, a következő körökre. Én így gondolom, Péter. Úgy látom, hogy ez nagyon, nagyon megérintett téged, és én meg is értem, megmondom őszintén. Hát, de most mi van megérintett, benne? Péter, megérintett? Én azért kérdezték tőlem, hogy félek-e meg ilyeneket? Mitől félnék? 61 éves vagyok, Péter, minden megéltem. Mitől félnék, ha a szociba nem féltem? Óvtak, mi a karrierem, mi lesz? Peti, tudod, mi érdekel? A 8 éves Acsa, meg a 35 éves Gergő, meg a fiaink, meg a lányaink. Ez érdekel. Érted? A jövendőt érdekel. És ezért nem akarok teátrális lenni, ezért hajlandó vagyok az életem is áldozni. Nos, nagyon nehezen fogom adni a bőröm, gyerekek, ebben nyugodtak lehettek. Ez biztos, Peti. De a lényegesebbet... Mennyit tudod, kell még visszafizetned, azt tudod? Rengeteget. Nem tudom, 16 millió 700 ezeret, vagy mennyit fizettem ki eddig, mert előtörlesztettem, és reméltem, hogy csökken 2,5 év alatt, de ettől függetlenül a tőke felment 49 és félre közel 50-re, elméletileg becsületes munkával az életben nem tudom kifizetni, Peti. 61 éves vagy, és még vissza kell fizetni több mint 40 millió forintot. Nem, több mint 50 millió forintot kell, de ez emelkedik hónapról hónapra, tehát tök mindegy. Elméletileg úgy néz ki, hogy kifizethetetlen. És mi van, hogyha beteg leszel, és nem tudsz dolgozni?
akkor az, ami a többiekkel, akikkel ma már megtörténik. Úgy nézünk ki, Péter, mint egy másfél-két idő ember, akit kiállítottak és tizedelnek. Minden tizediket agyonlégik valamelyik napon, meg kell, mert várhatok, állhatok ott a sorra, és megvárhatom, hogy engem, hát, ha nem, de én is sorra kerülök. Ezért nem várok tovább. De Péter, nagyon fontos, csinálsz, amit... nem vársz tovább, és mit csinálsz? Péter, amit én szeretnék elmondani, az sokkal fontosabb, ezeken mindenen túlmutat. Mi itt a Kárpát-medencében csodálatos erőkkel, lehetőségekkel rendelkezünk, szakrális lehetőségekkel. A mi hitünk azt mondja, hogy kérjetek és megadatik. Péter, kérjünk mindannyian a magunk nyelve szerint, aki nem tud imádkozni, fohászkodjunk, kérjük a Jóistent, Jézus Urunkat, nagy boldogasszonyt, segítsenek a Jóisten, Jézus Urunk, Szűz Mária soha nem hagyta magára Magyarországot, számtalanszor tépték darabokra, nézd meg, itt járt a német, a török 150 évig, mi maradt utána, Peti? Semmi, pár szó, pár minaret és kész, a pénzizmus, a szocializmus, hova tűnt, Peti, eltűnnek minden, a magyar, a Magyarország marad, tudod miért, Peti, mert dolgunk van a világban, a fényt kell megmutatni, azt, hogy boldogságban lehet élni. Lehet Szingapúr csinálni itt is, a boldogság érdekében arra, hogy el vagyunk egymás mellett, egymás örömére, boldogságára. Én ebben hiszek, ezért imádkozok, ezért teszek, erre kérlek mindenkit. És ha ezt tesszük együtt, meg lesz. Olyan dolgok jönnek, Peti, amiről ember nem tehet, amiről ember nem tud. Olyan dolgok is jönnek, majd meglátod, hidd el. Ezek mondom, jó benne, vagy rossz dolgok? Ezeknek egy része lehet jó is rossz is, rajtunk is múlik, rajtatok is múlik. Nagyon. Higgyétek el, mert nem lesz hova elbújni, Peti. Ha világ égés jön, akkor nem lesz hova bújni, por és hamu marad. A gyerekeik mi felett fognak uralkodni, a por és a hamu felett, a semmi felett? Minek? Minek? Peti, olyan fegyverek vannak már az emberiség kezében, hogy tébolyda, skalárfegyver, meséltem róla ennek egy évek, amiről a köztudat nem is tud. Az ember Istent játszik, és nézd meg, a földtörténet is bebizította 30 ezer évenként, amikor Istent játszik az ember, megpróbálja, klónozik, cunamik, minden egyebek, Peti, akkor jön a vég. És akkor újra lehet előről kezdeni kőbaltával. Minek? És most itt tartunk? Valahol itt a közelében, de én hiszek, mondom, nem, én hiszek benne, hogy nem így lesz. Én egy boldog Magyarországot látok, olyan Magyarországot, ahol ha elindul a vándor vidéken, beengedik, pogácsát adnak. Nehéz ez így. És nem azért jöttem be, hogy bőgítséljek Pataki Attilaországban, már megint ez itt könnyezgetni jött be, nem? Olyan bennem a fájdalom, Peti, hogy azt, ha látnád te, akkor elégetném a bankrendszert egybe úgy, ahogy van. Attila, írtál egy verset, ugye az összes Eddadal te írtad. Most a napokban ismét megihletett téged. Ez, ami ma Magyarországon és a világban van, és írtál egy verset, amiből dal is születik majd. Pillanatok alatt. Ezt most felolvasod, megteszed? Igen, Peti, én megfogadtam, hogy ebbe a beszélgetésbe nem fogok csúnya, trágás szavakat használni, megpróbálom megállni. Egy mégis elhangzik majd, mert hát a címe az, hogy úgy szar, ahogy van. Álmodtam egy világot, álmodtam magamnak, álmodtam neked is, de ugyanez már hol van. 20 éve tart már a nagy büdös kísérlet, sunyi cinizmussal nyúzzák a bőrünket, ígérgetnek, hazudoznak, jól megélnek belőle, közben egy egész világ megy lassan tönkre tőle. A pénzizmus csodája eltűnik örökre, önmagát falja fel nagy profitésége, pedig teremthetett volna akár boldogságot, de ördögnek fiai, ezt is elkúrjátok. Egy másik életemben talán fogok nektek hinni, mert ezen a földön nekem ez már nem fog menni, és a refrénje a lényeg. Amint vettünk, úgy aratunk, egymás nélkül semmik vagyunk, de mire ezt mind megértjük, nem lesz kivel megbeszéljük. Hisz egyedül az a fontos, mert minden itt marad majd, hogy odaátra mit viszel. Mit viszünk? A lelkünkben magunkkal. Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon drukkolok magunknak. Pataki Attila!